Nagyon jól kezdődik, jó reggelt kívánok a Start Plus, mert egy olyan klipről fogunk beszélgetni, ami már egyszer volt, de most megint van, mert újra leforgatták. Jó volt, és még jobb lett. Igen. Szerintünk. De egyébként nagyon jó lett. Ezt ugye a remake-eknél szokták mondani a filmekben, hogy mennyivel jobb volt az eredeti, de lehet, hogy ez most még jobb lett, mint az eredeti. Nagyon reméljük. Zanzibáron jó van, reggelt. Szó, reggelt, sziasztok. Ugye itt van velünk Krita, és eljött velünk, vagy hozzánk Kovács András Donát is, ugye a zenekarnak a dobosa. Téged ritkábban szoktak látni, de most itt a lehetőség és az alkalom. Na, egyébként mi hívta életre, vagy kinek az ötlete volt, hogy ebből legyen újra egy klip? Ez az egész úgy indult, hogy a Nem vagyok tökéletes című albumunk már 20 éve jelent meg, és akkor a szép kerek szám miatt... Gyerekek voltunk is, még. Igen, mi is, most is. És akkor így ennek apropójából úgy gondoltuk, hogy egy kicsit újra vesszük, újra nézzük, újra dolgozzuk, és Gerendás Dani segítségét kértük ehhez. Ugye egy kicsit tőlünk egyel fiatalabb hozzáértő ember, nézzük meg, hogy mit tud vele kezdeni, és hát ezt tudta zeneileg, aztán pedig forgattunk hozzá egy videóklippet. De ezt a rizikót, amit Robi mondott, ezt éreztétek, hogy hát ez kétesélyes ilyenkor mindig? Nem igazán. Tehát maga biztosan mindenki a projektnek egyébként érdekes, mert mind a ketten ott voltunk ugye az eredeti klipnél is, és most is. Tehát visszanéztük a régi jeleneteket, és... Fogtátok a fejeteket. Aj, de régen. Nem, néha így hallgatom a régi felvételeket, és ugye ezt már több mint 20 éve énekeltem fel azt a dalt, és hogy mi a különbség a kettő között azért... Egyébként ez nagyon érdekes, most ugye most ezt a vadi új klipet láthatjuk. Igen. Én megmondom őszintén, én visszanéztem a régit, mert én annyiszor hallottam ezt a dalt, de mindig hallottam, és a klip az nem volt a fejemben, és az egy sokkal rokkosabb, vadulósabb klip volt, hát ott üveget törsz, bizony, meg minden. Mitől ez a váltás a klipet illetően? Biztos lenyugodtunk. Lenyugodtunk egyébként, de például a forgatásra visszautalva, tehát a maga az érzés, ahogy mi ott játszottunk, szerintem az ugyanaz a Stenkel valósult meg. Tehát igazából mi belülről hát kevésbé változtunk, mint mondjuk kívülről. Aha. És egyébként az előadás módja ennek a dalnak is hasonlóan dögös, rokkos, pop-rokkos lesz. Aha. Itt egy picit ez egy modernebb hangszerelés, igen, és igen. Hogy mondjam, hát rádióbarátom. De mégis itt a volt olyan egyébként, akár az áthangszerelésben, bár abban nyilván szabad kezetek volt, hiszen ti csináltátok, vagy akár a klipnek a kreatív tervezésében olyan, amit egyáltalán nem akartatok bevállalni, tehát szó volt róla, de azt mondtátok erre, hát ezt azért mégsem. Nem, igazából szerintem ez annyira jól összeállt így a végére, hogy nem akartunk nagyon belenyúlkálni, ugye aki a producer volt, Farkas Csabi, Polgár Csabi volt az operatőr, ez egy nagyon jó stábbal dolgoztunk együtt. Csabika. És ilyen Csabika, azért gondolkozom, Farkas Polgár, nekem. De hogy nagyon-nagyon szuper csapattal dolgoztunk együtt, rendkívül segítőkészek voltak meg úgy egyáltalán. Ráadásul Nagy Blanka, aki ugye a főszerepet játsza, egy kicsit próbáltuk a mai világ torzulását lefesteni, és hogy pont azzal szembe menni, hogy se mindenki az Instagramon éli az életét, a fiatalok pláne. Igen. És hogy most már mindenki tényleg 20 éves emberek mennek el kés alá feküdni, és egyebek, és ez szerintem borzalmas. És hogy pont egy kicsit talán ezzel, ha nem is nagyon, de legalább kifejezzük azt, hogy igazából ennek semmi értelme, hogy valaki a körbe rajzolt mi voltát mutogatja kizárólag. Ez a klasszikus influencer világ, ami a középpontjában van. Ez kinek az ötlete volt, hogy ezzel lehet a legjobban, és egyébként ez olyan, hogy az ember lát egy kockát, és tudja, egyszerűen bejön az egész életérzés, amiről ezek a videók szólnak. Szóval, hogy ezt kitalálta ki, hogy ez legyen? Valójában ez egy ilyen közös dolog volt, aztán a megvalósítás, meg ugye a Csabiék intézték, de hát valójában, nem tudom, tehát szerintem Blankán nagyon sok múlt, hogy ez az egész kifejezésre kerülhessen. Úgyhogy én kifejezetten örülök ennek. A dal maga, tehát hogy miután ugye közönségkedvenc is a mai napig, tehát lényegében nincs olyan koncert, ahol úgy játszunk, hogy ezt a dalt nem játsszuk el többek között, de pont ez az a dal, amivel szinte mindenki tud azonosulni. Egyébként tényleg nagyon jó lett ez a klip. Amiről még egy kicsit beszélünk, pont múltkor olvastam Tóth Verának az egyik posztját,
arról szólt, hogy milyen sok koncertjét kezdik már megint lemondani. Ugye nyilván ezzel Vera nincs egyedül. Nincs. Ugye, hogy nektek egyébként most az elmúlt hónapok milyenek voltak, vagy mit láttok, hogy mi van előttetek? Meddig látok előre? Hát úgy körülbelül. Tavaszig. Tavaszig? De olyan értelemben, hogy sajnos nekünk is akusztikus koncert sorozatot kellett lemondani, ugye kölcsönösen a helyszínekkel, és tehát mi is úgy éreztük, hogy ebben most így decemberben nem tudunk neki menni úgy, hogy ez igazából jó legyen mindenki. Az a választóvonal, hogy ami szabadtéri, az úgy tűnik, hogy menni fog, ami beltéri, ott inkább azt lemondják, vagy mi múlik? Hát szabadtéri minket már nem érintett. Hát igen, most már hideg van, december van eleve. De hogy a tavasziak azok azért tűnnek biztosnak, mert ott már... Hát igazából az sem tűnik biztosnak, mint hogy az elmúlt mondjuk 2 évünket végignézzük, azért ez egy, hát a siralmas volt körülbelül koncertmennyiség terén. Hát próbálunk. Matematikailag reménykedünk benne, hogy a tavasz az már jobb lesz. Az jobb lesz. Nem tudom, mi a helyzet az új albummal, új dalokkal, készültök, dolgoztok, csak a régiekből éltek? Nem, dolgozunk, azért csináljuk. Hát például ugye a legutóbbi az Eltévedtél című, azelőtt volt a Mi van című dalunk. Az is, én azt gondolom, hogy az is egy ilyen elég sikeresre sikerült. Igen, ez amit a Csabályk a klipben. Igen, Csabályk a klipben. Igen. De ez egyfajta kísérletezgetés, hát a klippel együtt. Tehát, hogyha ez most bejön, akkor ezen a folytatjátok. Biztos folytatjuk ezt. Szuper, gratulálunk. Hát és boldog 20-at így az évforduló kapcsán. Köszönjük szépen. Köszönjük.